Magyarországon vannak bicska alapformák, a maskara, a fejes görbe, a szalonnázó, és akkor ezeknek a különböző méreteit, de a forma, az szigorúan meg kell, hogy egyezzen a régiekkel. Orvosi műszerésznek tanultam, és ott már megfertőződtem a kések készítésével, és az élet úgy hozta, hogy szerencsém volt megtanulni a bicska készítését. Családi vállalkozásként csináljuk feleségemmel, aki a scrimshaw motivumokat készíti, tehát ő díszíti a késeknek a nyelét, állatmotivumokkal, pásztormotivumokkal. Az a legnagyobb öröm, amikor megkapom a visszajelzést, hogy olyan lett, amilyet elképzelt, olyan lett, amilyet szeretett volna, és használható.